Harmadik fejezet Ha nem térnék vissza Ártja úgy számított, hogy nem kerülheti el a szigorú vallatást. Miután hazaér, a mostohalpja valószínűleg faggatni fogja, hogy miről beszélgettek Hunterrel. Várakozásával ellentétben azonban egyáltalán nem előkészített kínpaddal és spanyol csizmával várta, hanem békésen szuszogott. Több mint egy napja szemárnyit sem alhatott. Mivel éjszaka őrségben volt, nappal meg aludt, Ártiomnak most megint éjszakai műszakba kellett mennie. A tea üzembe. A föld alatt a homályos, vörös fény által csak részben eloszlatott sötétségben töltött évtizedek során, a nappal és az éjjel valódi értelme fokozatosan elhalványodott. Éjszakánként az állomás világítását kisé levették, mint valamikor a távolsági vonatokon, hogy az emberek kialudhassák magukat, de riadóhelyzetek kivételével sohasem aludt ki teljesen. Bármennyire élesebbé vált is a sötétben eltöltött évek alatt az emberek látása, sem lehetett hasonlítani azoknak a teremtményeknek a látásával, amelyek az alagutakat és az elhagyatott átjárókat lakták. A napok nappalra és éjjelre való felosztása inkább megszokás volt, semmint szükségesség. Az éjjelnek annyiban volt értelme, amennyiben az állomás legtöbb lakójának megfelelőbb volt egy időben aludnia, ugyanakkor pihentek a jószágok is, visszavették a világítást, és tilos volt a hangoskodás is. A pontos időt a lakók az állomás két órájáról tudták meg, melyek az alagút két átellenes bejárata felett fügtek. Ezeknek az óráknak a fontossága felérte az olyan stratégiailag fontos dolgokéval, mint a fegyverraktár, a vízszűrők és az áramfejlesztő. Ezekre mindig ügyelták, haladéktalanul elhárították a legcsekélyebb zavarukat is, és nem csak a szabotás, de még a közönséges garázda cselekményeket is a legszigorúbban, akár még az állomásról való száműzéssel is büntették. Kemény büntető törvénykönyv volt itt érvényben, amelynek alapján a VDNH vezetősége egy gyorsított eljárásban ítélte el a bűnözőket, tekintettel az állandósult rendkívüli helyzetre, mely most nyilvánvalóan örökre szólt. A stratégiai objektumok elleni diverziós cselekményeket a legsúlyosabb büntetéssel sújtották, a peronon a külön erre a célra kijelölt helyen kívüli dohányzás vagy tűzgyújtás, mint ahogy a fegyver és a robbanóanyag gondatlan használata is, az állomásról való azonnali száműzéssel, valamint vagyon elkobzással járt. Edrákói rendszabályokat az magyarázta, hogy több állomás is porig égett. A tűz egy pillanat alatt átterjedt a sátorvárosokra, és mindent elemésztett. A tébolyodott, fájdalmas sikolyok pedig még a katasztrófa után hosszú hónapokkal is ott visszhangzottak a szomszédos állomások lakoinak fülében, a szénnéget, a megolvat műanyag és sátorponyvák összetapasztotta a tetemek pedig a lángok pokoli hőségében megrepedezett fogaikkal vicsorogtak, a mellettük elhaladó, rémült csendcserek és az epokolba véletlenül idevetődött utazók lámpáinak fényében. A sötét végzett megismétlődésének elkerülése véget, az állomások többségén az óvatlan tűzhasználatot a súlyos bűncselekmények közé sorolták. Szintén számüzéssel sújtották a lopást, a szabotást és a szándékos munkakerülést is. Mivel azonban szinte mindig mindenki szem előtt volt, meg az állomáson csupán 200 valahányan éltek, ilyen bűncselekmény, sőt általában bűncselekmény csak elég ritkán történt. Azokat is főként idegenek követték el. Dolgozni kötelező volt az állomáson, a kicsiktől a nagyokig mindenkinek teljesítenie kellett a napi normáját. Sertéstelep, gombaültetvények, hús húskombinát, tűzoltó és műszaki szolgálat, fegyverműhely. Minden lakos dolgozott egy, de néha két helyen is. A férfiaknak emellett két naponta kötelező őrséget kellett adniuk valamelyik alagútban, konfliktusok esetén pedig vagy ha valamilyen új veszély fenyegetett a metró mélyéről, az őrségeket többszörösen megerősítették, és az utakon állandóan harcra készen állt a tartalék. Ilyen szigorúan, csak nagyon kevés állomáson szabályoztak az életet, és a VDNH jó híre sokakat csábított arra, hogy itt telepedjenek le. Az állomásra azonban csak ritkán és nem szívesen fogadtak be idegeneket. Éjszakai műszakjáig még maradt néhány órája, s mivel nem tudott mit kezdeni magával, Ártjom elment legjobb barátjához, ahhoz a hozzazsenykához, akivel annak idején együtt tették meg elképesztő útjukat a felszínre. Zsenyka egyidős volt vele, de Ártiomtól eltérően igazi családjával lakott együtt. Az apjával, az anyjával és a kisugával. Ritka eset volt, hogy egy teljes családnak sikerült megmenekülnie, és Ártiom titkon irigyelte a barátját. Nagyon szerette ő természetesen a mostohapját, sőt, tisztelte még most is, hogy az idegei felmondták a szolgálatot, de nagyon is tudatában volt, hogy Szuhaj nem az apja, sőt, még csak nem is a rokona, és sohasem szólította apának. Szuhaj viszont idővel megbánta, hogy az elején maga kért ártyomot, szólítsa Szása bácsinak. Teltek az évek, az alagutakat járó öreg rókának valahogy nem volt érkezése családot alapítani, de még csak asszony se akadt, aki útjairól hazavárta volna. Sajgott a szíve, amikor kisgyermekes anyákat látott, és arra lábrándozott, hogy eljön az ő életében is a nap, amikor nem fog többé kimenni a sötétségbe, hogy hosszú napokra vagy hetekre, és talán mindörökre eltűnjön az állomás életéből. És reménykedett, hogy akkor talál majd egy asszonyt, aki hajlandó lesz hozzá menni, és gyermekei születnek, akik nem Szása bácsinak, hanem apának fogják szólítani, amikor majd megtanulnak beszélni. Az öregség és az erőtlenség mind közelebb lopózott, egyre kevesebb ideje maradt, és már sietnie kellett volna, de sehogy sem sikerült szabadulnia, Feladat, feladatot követett, és egyelőre nem akadt senki, akinek legalább a munkája egy részét átadhatta volna, akire rábízhatta volna kapcsolatait, akinek felfedhette volna szakmai titkait, hogy végre valamilyen könnyű munkát végezhessen az állomáson. Már régóta valamilyen nyugodtabb elfoglaltság járt az eszében, sőt azt is tudta, hogy biztos számíthat vezető az állomáson, hála tekintélyének, ragyogó szolgálati bizonyítványának és baráti kapcsolatainak a vezetőséggel. Csak hogy hozzáméltó utód se közel, se távol nem látszott egyelőre. És Szuhaj a szerencsés holnap gondolatával vigasztalva magát élte minden napjait, és egyre halogatta a végleges visszatérést, vérével és velejtékével idegen állomások gránitját és messzi alagutak betonját áztatva továbbra is. Ártjom tudta, hogy Szuhaj az iránta érzet szinte atyai szeretet ellenére sem gondol rá úgy, hogy majd folytatja a munkáját, s jobbára csak egy nagy melákot lát benne. Egyébként teljesen igaztalanul. Hosszú útjaira nem vitte magával ártiomot. Annak ellenére sem, hogy már felnőtt, és nem lehetett azzal az ürügyjel elutasítani, hogy még kicsi, és a zombik elhurcolják, vagy a patkányok felfalják. Azt sem fogta fel, hogy Ártiomot éppen azt kergeti a legvakmerőbb kalandokba, hogy ennyire nem hisz benne. Egyszerűen csak megfenyítette ezekért a csínyekért, Nyilván azt szerette volna, hogy Ártyom ne tegye ki az életét értelmetlen veszélyeknek a metróban való kóborlásokkal, és úgy éljen, ahogy ő maga szeretett volna élni már jó ideje. Nyugalomban és biztonságban, dolgozva és gyerekeket nevelve, és ne vesztegesse hiába a fiatalságát. Ám amikor ilyen életet kívánt Ártyomnak, csupán azt felejtette el, hogy mielőtt erre kezdett volna törekedni, maga is sokat próbált, száz meg száz kalandot élhetett meg, és eltelhetett velük. És most nem az évek során megszerzett bölcsesség beszélt belőle, hanem maguk az évek és a fáradtság. Ártjon viszont duzzadt az energiától, ő még csak most kezdett élni, és teljesen értelmetlennek látta, hogy csak vegetáljon itt, gombát vagdaljon és szárítson, békés családi életet éljen, és soha nem erészkedjen 500 méteren túlra. Minden nappal erősebb lett benne a vágy, hogy meglépjen az állomásról, mivel egyre világosabban látta, milyen sorsot szán neki a mostó apja. Artyomtól semmi sem állt mint a te karrier és a sokgyerekes apa szerepe. Hunter, amikor megkérte erre a nem egyszerű, óriási kockázatot rejtő szolgálatra, alig nem ezt a kalandvágyat sejtette meg benne. A vágyat, hogy mint valami ördögszekeret felkapja az alagutak húzata, és elsodorja az ismeretlenbe, a saját sorsa felé. A vadásznak jó szimata volt az emberekhez, s már egy órányi beszélgetés után rájött, hogy számíthat Ártiomra. Még ha talán nem is jut el a célhoz, Ártiom semmiképpen sem fog az állomáson maradni, megfeledkezve a megbízásról, ha Hunterrel történne valami a botanyi szádban. És Hunter nem tévedett a választásban. Zsenka szerencsére otthon volt, így Ártiom legalább a legújabb plegykák meghallgatásával, beszélgetéssel és teázgatással üthette el az estét. Szia! kiáltott fel Ártyom érkezésére a barátja. Te is éjszakás vagy ma az üzemben? Engem is most osztottak be, pedig már épp törtem a fejemet, hogy megkérem a főnökséget, hadd cseréljek. De ha veled osztottak be, nőssek ő, kibírom. Ügyeltél ma? Igaz? Örségben voltál? Mesélj már! Azt hallottam, hogy volt valami rendkívüli esemény. Mi történt? Ártyom sokat mondóan pislantott Zsenyka kisúga felé, akit olyannyira érdekelt a várható beszélgetés, hogy még az anyukája varta ronybabájának gomba hulladékkal való etetését is abbahagyta, és lélegzetét visszafolytva elkerekedett szemmel nézett rájuk a sátor sarkából. Figyelj, kicsi! szólt oda neki szigorúan Zsenyka, megértve a barátja jelzését. Szedj csak össze ahol midat, és eredj eredját játszani a szomszédba, mint a kátya hívott volna, nem? A szomszédokkal jobban kell lenni, úgyhogy gyerünk, Fogd a babáidat és nyomás! A kislány dühösen nyafogott, és elkámpicsorodott képpel kezdett készülődni, a kis babáját dorgálva, mely bambá merett a mennyezetre, félig kikopott szemével. De nagyra vagytok! Úgy is tudok mindent! A bolondgombáitokról fogtok beszélni! vetette oda megvetően. Kicsi vagy te még ahhoz, Lenka, hogy a bolondgombán járjon az eszed. Még meg se száradt a szádon a tej tette a helyre Ártyom. Mi az a tej? kérdezte értetlenkedve a kislány, s közben az ajkát lapogatta. Magyarázattal azonban egyikük sem szolgált, amikor elment, Zsenka belülről beakasztotta a sátorlapot, és megkérdezte. Szóval, mi történt? Gyerünk, bög már ki! Mert annyi mindenfélét hallottam. Van, aki azt mondja, egy hatalmas patkány elő az alagútból. Mások meg, hogy a feketék kémjét ugrasztottátok meg. Sőt, meg is sebesítettétek. Akkor most kinek higgyek? Ne higgy senkinek, tanácsolta Ártjom. Hazudik mind. Egy kutya volt. Egy kis kölyök kutya. András szedte fel, aki tengerészgyalogos. Azt mondta, hogy német juhászt nevel belőle. Mosolygott Ártjom. De hát éppen Andráltól hallottam, hogy patkány volt, mondta elképedve Zsenyka. Szándékosan hazudott volna, vagy mi? Hát nem tudod hiszen ez a kedvenc szövege a disznó nagyságú patkány. Nagy tréfa mester, tudod, feletártyom. És nálad mi hír? Mit mondanak a srácok? Zsenyka barátai voltak, teát és disznóhúst szállítottak a Prospect Mirára a vására. Visszafelé meg multivitaminokat, mindenféle göncöt, kacatot, néha még összepiszkolódott hiányos könyveket is hoztak, amelyek ki tudja, milyen úton-módon kerültek a Mirára a félmátron keresztül, egyik táskából a másikba, egyik zsebből a másikba, egyik kereskedőtől a másikhoz kerülve, hogy végre gazdára találjanak. A vdnh büszkék voltak arra, hogy a telepesek a központtól és a fő kereskedelmi útvonalaktól való távolságuk ellenére nem csak hogy életben tudtak maradni a napról napra romló körülmények között, hanem legalábbis az állomáson a metró szerte rohamosan kivesző emberi kultúrát is úgy, ahogy életben tartják. Az állomás vezetősége a lehető legnagyobb figyelmet fordította erre. A gyerekeket okvetlenül megtanították olvasni, sőt az állomásnak még saját kis könyvtára is volt, lényegében ide került a vásárokon megszerzett minden könyv. A baj csak az volt, hogy a csendcserek nem nagyon válogathattak, hozták, amit kaptak, így mindenféle fércmű is bőven összegyűlt. Az állomás lakói gondosan bántak a könyvekkel, még a legsilányabb könyvtári könyvecskéből sem tépett ki soha senki egyetlen lapot sem. A könyvek számukra szent erekjék voltak. Utolsó emlékeztetők egy nem gyönyörű világra, és a felnőttek, akik nagybecsben tartották az olvasás felidézt emlékeik minden másodpercét, átplántálták a könyvek szereteteit a gyermekeikbe, akiknek már emlékezniük sem volt mire, akik sohasem ismertek és nem is ismerhettek meg más világot a sötét és szűk alagutak, folyosók és átjárók végeláthatatlan szövevényen kívül. A metróban nem sok hely akadt, ahol a nyomtatott szót ilyen nagybecsben tartották volna, és a védén hálakói büszkén tekintették állomásukat a kultúra egyik utolsó védőbástyájának, a civilizáció északi előretolt hadállásának a klazsuszkó riszkaja vonalon. Ártiam és Zsenyka is olvasták a könyveket. Zsenyka minden alkalommal várta barátai visszatérését a vásáról, és elsőként rohant oda hozzájuk. Nem hoztak-e valami újat? És a könyv előbb Zsenykához került, és csak utána a könyvtárba, Ártjomnak a mostolapja hozott könyveket az útjairól, és a sátrukban volt egy majdnem igazi könyvespolc. Olyan idősárgította, a penész és a patkányok által itt-ott ki néha rászáradt barnás vérfoltok petjezte kötetek álltak rajta, amilyenek nem voltak senkinek sem az állomásokon, de talán az egész metróban sem. Márkez, Kafka, Borg, Vian, néhány orosz klasszikus. A fiúk most egy könyvet se hoztak, mondta Zsenka. Joha azt mondja, hogy valaki egy hónap múlva szerez egy nagy tételt a poliszból. Megígérte, hogy félretesz párat. Nem a könyveket kérdezem, legyintett Ártyom. Hallottak valamit? Mi a helyzet? Hogy a helyzet? Semmi különös. Persze van mindenféle mendemonda, de az mindig van. Hisz te is tudod, hogy a csendcserek nem tudnak meglenni plegykák meg történetek nélkül. Majd elepednek, hogy elmondhassák a híreket, más nem is érdekli őket. De a nagy kérdés persze az, hogy mennyire lehet hinni a meséiknek. Úgy tűnik, hogy most mindenhol nyugalom van. Már persze, ha ahhoz hasonlítjuk, amikor a Honza a vörösökkel harcolt. Ja igen, jutott eszébe. A Prospekt Mirán megtiltották a bolondgombárusítást. Most, ha egy csentsernél bolondgombát találnak, mindet elkobozzák, és elzavarják az állomásról, plusz még nyilvántartásba is veszik. Ha meg másodszor is megcsípik. Azt mondja, hogy több évre is kitiltják a Hanzáról. Az egészről. Egy csendcsernek ez maga a halál. Ugyan már... Csak úgy megtiltották. Mi bajuk vele? Azt mondják, hogy ez narkotikum. Ha egyszer halucinációkat okoz. És hogy elsorvad az agyad, ha sokat eszel belőle. Szóval az a szöveg, hogy csak óvják az emberek egészségét. Hát csak óvják inkább a sajátjukét. A miénk mit izgatja őket? Joha azt mondja, mondta Zsenyka lehakítva a hangját, hogy elkezdték mindenfelé terjeszteni azt a kacsát, hogy árt az egészségnek. Kacsát? kérdezte csodálkozva értiom. Dezinformációt. Joha egyszer elment a vonalunkon a prospekt Mirán túlra. Eljutott a Szuharjovszkajáig. Valami sötét ügyben járt el, el se akarta mondani, hogy milyenben, és találkozott ott egy érdekes alakkal, egy varázslóval. Hogy kivel? Ártjom nem bírta tovább, és elnevette magát. Egy varázslóval? A Szuharjovszkaján. Na no, hiszen hantás ez a te johád? És a varázsló megajándékozta talán egy varázspálcával? Vagy egy hét színvirággal? Hülye vagy, sértődött meg Zsenyka. Azt hiszed, te mindenkinél többet tudsz. Az, hogy ideig nem találkoztál varázslóval, sőt nem is hallottál róluk, még nem jelenti azt, hogy nincsenek. A féljovkai mutásokat például elhiszed? Miért ne hinném? Persze, hogy vannak. A mostoha mesélte. De varázslókról egy kukot se hallottam még. Minden tiszteletem szuhai amúgy, de ő se tudhat mindenről a világon. Vagy lehet, hogy csak téged nem akar ijesztgetni. De ha nem vagy rá kíváncsi, eredj a fenébe. Nem már zsenyka, mesél csak el. Hogy ne érdekelne? Bár kissé, Ártyom gúnyosan elmosolyodott. Na, szóval. Együtt éjszakáztak ott a tűz mellett. Tudod, ott a Suharyovskayen nincsenek állandó lakók. A többi állomásra jövő csendcserek is csak megalszanak ott, mert a hanzahatóságai a proszpektmiráról elzavarják őket takarodó után. Meg ott tekerek minden aljanép is, mindenféle szélhámos tolvaj. A csendcserekre különösen ragadnak. És ott pihennek meg az utazók is, mielőtt tovább mennének délre. No, ott a Szuharjovszkaján túl, az alagutakban valami őrület kezdődik. Pedig tulajdonképpen nem is él ott senki, se patkányok, se semmiféle mutánsok. De gyakran eltűnnek ott emberek, akik arra felé próbálnak átmenni. Teljesen eltűnnek, nyomtalanul. A Szuharjovszkaja után a következő állomás a Turgenevszkaja. Ez a vörös vonallal határos. Volt ott egy a... Volt ott egy átjáró a Csisztie Prudira, amit a vörösök most visszaneveztek Kirovszkajára. Állítólag volt egy ilyen nevű komcsi. Megijedtek egy ilyen szomszédságtól, úgyhogy befalaszták az átjárót. És a turgenyevszkaja most üresen áll. Elhagyatottan. Így aztán a szuharjovszkajától a legközelebbi emberi lakhelyig. Hosszú az út. El is tűnnek benne. Ha valaki egyedül indul neki, szinte biztos, hogy nem jut át. Csak a karavánban mennek. Több mint tíz ember együtt. Akkor jutnak át. Pedig semmi különös azt mondják, teljesen normális az alagút, tiszta, nyugodt, üres. Még oldalágak sincsenek, nincs hova eltűnni benne. Egy lélek sincs ott, egy hang se hallatszik, semmilyen teremtménynek nincs nyoma. Így aztán, ha valaki azt hallja, hogy ott minden tiszta és nyugis, köp a beszédre. Elindul ezen az alagúton át, és vége. Mintha tehénette volna meg. Volt ember, nincs ember. Mintha valami varázslóról meséltél volna. Emlékeztet tártjom. Rögtön a varázslóra is sort kerítek, csak várj egy kicsit. Ígérte Zsenka. Na, szóval az emberek félnek egyedül elindulni délre, ezeken az alagutakon. És a Szuharjovszkaján keresnek maguknak társakat, hogy együtt jussanak át valahogy. És amikor nincs vásár, akkor kevés ott az ember, s néha napokig, sőt hetekig is ott kell rostokolni és várni, amíg összejön annyi ember, hogy el lehessen indulni. Elvégre minél többen vannak, annál biztonságosabb. Azt mondja Joha, néha nagyon érdekes emberekkel lehet ott találkozni. Szemét alak persze, ott is van elég, csak tudni kell őket felismerni. De ha szerencséd van, akkor hallhatsz ezt-azt. Na szóval, jóha találkozott ott egy varázslóval. Nem olyan, mint amire gondolsz. Nem valami tarfejű Hottabics apóval a csodalámpából. Hottabics egy Jean, nem pedig varázsló, igazította ki óvatosan Artyom, de zsenykará se hederített. A pasa sok kultista, folytatta. A fél életét mindenféle misztikus könyvek tanulmányozásával töltötte. Jóha különösen valami kasztanédet emlegetett. Szóval a pasas, mintha olvasna a gondolatokban. A jövőbe lát. Tárgyakat talál meg? Jó, előre tud a veszélyről? Azt mondja, látja a szellemeket. Képzeld el! Zsenyka itt tartott egy kis hatásszünetet. Fegyvertelenül mászkál az egész metróban. Az az, hogy egyáltalán nincs fegyvere. Csak egy zsebkése az evéshez. Meg egy műanyag vándorbotja. Na, szóval. Azt mondja, hogy elment az esze annak is, aki bolondgombát termeszt, meg annak is, aki él vele. Mert az egyáltalán nem az, amit mi gondolunk. Semmilyen narkorról nincs szó, és ezek a bolondgombák valójában egyáltalán nem is bolondgombák. Ilyen gomba egyáltalán nem terem a középső vezetben. Egyszer valamikor a kezembe került egy gomba határozó, abban tényleg egy szó sem esett ezekről a bolondgombákról. Még csak hasonló sem volt hozzájuk. Tévedés, hogy ez csak egy egyszerű halucinogén anyag, amitől utazhat az ember, így mondta ez a varázsló, és ha ezeket a bolondgombákat kicsit másként készítik el, akkor olyan állapotba lehet kerülni tőlük, hogy irányítani lehet a valódi világ eseményeit a bolondgombáknak a világából, ahova kerülsz, ha eszel belőlük. Egy igazi narkós ez a te varázslód, jelentette ki Árti a meggyőződéssel. Itt nálunk sokan élnek narkóval, hogy ellazuljanak, te is tudod, de még senki sem evett belőle annyit, hogy ideig jusson. A pasas függő, száz százalék. Alig hamaradhatott hátra sok ideje. Tudod, egyszer Szása bácsi mesélt nekem egy ilyen történetet. Az egyik állomáson, már nem emlékszem, hogy melyikem, ráakaszkodott egy ismeretlen tata, és már mondta is, hogy ő egy nagyhatalmú parafenomén, és szakadatlan harcban áll ugyanilyen hatalmas parafenoménokkal és földönkívüliekkel, csak azok gonoszok. És hogy azok már majdnem legyőzték, és hogy ő talán már ezt a napot séri túl, minden erejét felemészti a harc. Az állomás meg hasonló a Szuharjovszkajához. A féle kis megállóhely, tüzekkel, és az emberek a peron közepén telepednek le. Távolabb az alagúttól, hogy kialudják magukat. Aztán másnap mennek tovább. Na, szóval, akkor elmegy a mostohapám meg az öreg mellett három ember, és az öreg rémülten mondja a mostohapámnak, látod? Azt mondja, az ott, középen, az az egyik főgonosz parafenomén, a sötétség ügynöke, az ott meg ott mellette, földön kívüliek. Ők segítenek neki, a főnökük meg a metró legmélyebb pontján lakik. Hogy is hívják? Pedig mondta a mostalpám, Valami szkíre végződik a neve. És azt mondja, azért nem jönnek ide hozzám, mert te itt ülsz mellettem. Nem akarják, hogy egyszerű halandók tudomást szerezzenek a harcunkról. De engem most energetikailag támadnak. De én, azt mondja, pajzsot állítok eléjük. Még harcolok, mondja. Te most nevetsz ezen. de a mostalpámnak akkor nem nagyon volt nevethetnékje. Gondolj csak bele, ott van a metró valami Isten háta mögötti sarkában, ahol bármi megtörténhet. Képtelenül hangzik, de mégis. És akkor Szása bácsinak, bár egyre ismételgeti magában, hogy ez csak egy beteg ember, mégis rémlen kezd, hogy az, aki ott középen ment, az oldalán a két földön kívülivel valahogy csúnyán nézett rá, és mintha fénysugárzott volna a szeméből. Micsoda hülyeség, mondta bizonytalanul Zsenka. Hülyeségnek lehet, hogy hülyeség, de a távoli állomásokon mindenre fel kell készülni, azt te is tudod. És az öreg azt mondja neki, hogy hamarosan sor kerül az utolsó ütközetére, a gonosz parafenoménokkal. És ha ő vereséget szenved, már pedig mind kevesebb az ereje, akkor mindennek vége. Korábban azt mondja, több jó parafenomén volt, és a küzdelem egyenlő erők között folyt. De aztán a rosszak egyre többször győztek, és ő, az öreg, az egyik utolsó a jók közül sőt talán a legutolsó, és ha a rosszak győznek, vége, akkor mindenkinek befelegzett. Szerintem meg így is, úgy is befelegzett mindenkinek, jegyezte meg Zsenka. No, azért nem egészen, van még pár dobásunk, felelte Na, szóval végül azt mondja neki az öreg. Fiam, adj ennem valamit. Különben kevés erőm marad, és az utolsó ütközet közeleg. És annak kimenetelétől függ mindnyájunk jövője. A tied is, Érted már? Az öreg kaját tarhát. Ilyen a te varázslód is, azt hiszem. Alig, ha nem, nála is elmentek otthonról. Legfejebb másképpen. Te teljesen hülye vagy, még végig se hallgattál. Különben is honnan veszed, hogy az öreg hazudott? Hogy is hívták? A most a apád nem mondta? Mondta, de már nem emlékszem pontosan. Valami mulatságos neve volt. Csével kezdődött. Vagy csávó, vagy csöves? Gyakori ezeknél a hajléktalanoknál, hogy nincs nevük. Csak valami hülye csúf név. És aztán, hogy volt tovább ezzel a te varázslóddal? Azt mondja Johának, hogy most Kárlosznak hívják. A hasonlóság miatt. Fogalmam sincs, mire utalt, de pontosan így magyarázta. A beszélgetésük végén azt mondta Johának, hogy a következő nap jobb, ha nem megy senki az északi alagútba. Ő meg éppen másnap készült volna visszajönni. Johan hallgatott rá, és nem indult el. És jól tette. Aznap valami szemétládák megtámadták a karavánt a Szuharjovszkaja és a Prospekt Mira közötti alagútban, pedig úgy tartották, hogy ez veszélytelen alagút. A csendcserek fele oda veszett. Alig bírták visszaverni őket. Úgy bizony. Ártiom elgondolkozva hallgatott. Hm, Biztosat persze sose lehet tudni. Minden megeshet. Korábban is történt ilyesmi, a mostohapán mesélte. Még azt is mondta, hogy az egészen távoli állomásokon ott, ahol az emberek elvadulnak és olyanok lesznek már, mint az ősemberek, elfelejtik, hogy az ember értelmes lény. Olyan különös dolgok történnek, amiket mi a logikus gondolkodásunkkal egyáltalán nem vagyunk képesek megmagyarázni. Igaz, azt nem mesélte, hogy mik voltak ezek a dolgok. Sőt, nem is nekem mesélte, én csak véletlenül hallgatóztam. Tudod, mit mondok én neked? Itt néha olyan dolgokat mesélnek, hogy normális ember azt el sem hiszi. Joha legutóbb még egy történetet elmesélt. Érdekel? Ilyet alig, hanem még a mosta sem hallhatsz. Egy szerpuhovszkajáról való csentser mesélte Johának a vásáron. Mond, te hiszel a kísértetekben? Hát, ha veled beszélgetek utána, mindig azon tépen magam, hogy most akkor hiszek-e bennük vagy sem. Aztán egyedül maradok, vagy normális emberekkel beszélek. Rögtön jobban leszek, felete Ártyom, és csak nehezen tudta visszafolytani a mosolyát. De most komolyan! Hát, olvastam ezt azt, persze, és Szása bácsi is mesélt valamennyit róluk. De őszintén szólva nem nagyon tudom elhinni ezeket a történeteket. Hanem téged egyáltalán nem értelek, Zsenka? Itt van nekünk ez az állandó rémálom a feketékkel, azt hiszem, ilyen az egész metróban, sehol máshol nincs. A központi állomásokon szörnyű meséket mondanak a gyerekeknek a mi életünkről, és egymást kérdezgetik. Te hiszel ezekben a feketékről szóló mendelmondákban? De neked ez kevés. Még valamivel akarod riogatni magad? Téged tényleg egyáltalán semmi sem érdekel azon kívül, amit a szemeddel látsz és a kezeddel megtapogatsz. Csak nem azt hiszed, hogy a világ annyi, amennyit te látsz belőle, amennyit hallasz? A vakond mondjuk nem lát. Születésétől fogva vak. De azért ez nem jelenti azt, hogy mindaz, amit a vakon nem lát, az a valóságban nem létezik. Pont ilyen vagy te is. Na jó, legyen. Miféle történetet akartál elmesélni? Arról a csendcserről talán a szerpuhovszkájáról? A csendcserről? Ja igen. Joha ezen a vásáron ismerkedett meg egy pasassal. Egyébként nem igazán a szerpuhovszkájáról való, a gyűrűről jött a Hanza polgára. De a Dobrynyin szkaján lakik. Van egy átjárójuk a Szerpuhovszkajára. Ezen a vonalon, nem tudom, beszélte erről a mostolpád, a gyűrűn túl, azaz a következő állomáson, a túlszkaján túl, nincs élet. De a Hanzának szerintem ott még vannak kint őrei. Bebiztosítják magukat. Azt mondják, a vonal lakatlan. Soha se lehet tudni, mi mászik elő onnan. Így aztán csináltak maguknak egy zónát. A túlszkaján túlra senki sem megy. Az állomások üresek a berendezések tönkrementek, nem lehet ott élni. Az egy halálzóna. Se vadállatok, se semmilyen tolzlények, de még patkányok sincsenek. Üres. De ennek a csendcsernek volt egy ismerőse, egy csavargó, aki túlment egyszer a túlszkaján. Nem tudom, mit keresett ott. Később aztán azt mesélte a csendcsernek, hogy valami nem stimmel ott a Szerpuhovszkaja vonalon. Meg hogy nem véletlenül üres az egész. Azt mondta, hogy olyasmi készül ott, amit egyszerűen elképzelni sem lehet. Nem véletlen, hogy még a hanza sem próbálta megszerezni. Se ültetvénynek, se disznóanak. Zsenyka elhallgatott, ahogy megérezte, hogy Ártion végre megfeledkezett a cinizmusáról, és tátott szájjal hallgatja. Kényelmesebben elhelyezkedett, és boldogan mondta. De hát téged biztos nem érdekelnek ezek a marhaságok. Dajka mesék. Ön csak teát? Várj azzal a teával, Inkább azt mondnák, hogy a hanza valójában miért tett le arról, hogy megszerezze azt a területet. Nagyon különös. A most azt mondta, hogy az utóbbi időben a hanza túlnépesedéssel küzd. Nincs már elég helye mindenki számára. Akkor meg hogy mondhattak le ilyen lehetőségről, hogy még egy kis földet Ez nem van rájuk. Ho, ho, mégiscsak érdekel? Na szóval, ez a csavargó elég messzire jutott. Azt mondta, hogy csak megy, csak megy az ember és sehol egy lélek. Egyáltalán senki, és semmi, mint abban az alagútban a Szuharjovszkaján túl. Képzeld el, még patkány sincs. Csak víz csöpög. Az állomások elhagyatottan állnak, sötétek, mintha soha nem is éltek volna ott. És folyton érzi az ember a veszélyt. És igen, csak nyomasztja. Gyorsan ment, szinte fél nap alatt átment négy állomáson. Vakmerő ember az biztos. A mindenit. Egy ilyen nyomasztó vidékre egyedül elmerészkedni. Egészen a Szevasztopolszkajaig eljutott. Ott van az átjáró a Kahovszkajára. Ismered a Kahovszkaja vonalat, ugye? Összesen csak három állomás van rajta. Nem is vonal az, hanem valami tévedés. Egy féreg vagy mi. És úgy döntött, hogy a Szevasztopolszkaján tölti az éjszakát. Idegileg kikészült, kimerült. Talált valamennyi aprófát, csinált egy kis tüzet, hogy ne legyen olyan rémisztő, belebújt a hálózsákjába, és a peron közepén lefeküdt aludni éjjel aztán. Ezen a ponton Zsenka felállt, kinyújtózkodott, és szadista mosoly kíséretében közölte. Na de én most már innék egy teát. És válasz sem várva, kiment a teafőzővel a sátorból, s ott hagyta egyedül, hadd emésze a hallottakat. Ártyom persze nagyon megharagudott rá, hogy csak úgy ott de úgy döntött, hogy most már kivárja a történet végét, s majd csak aztán mondja meg Zsenkának, mit is gondol róla. Váratlanul eszébe jutott Hunter és a kérése. Vagy inkább parancsa. De aztán a gondolatai visszatértek Zsenyka történetéhez. Miután visszajött, Zsenyka erős teát töltött Ártiomnak a metszett üvegpohárba, mely egy ritkaságnak számító fém tartóban volt, mint amilyenben valamikor a vonatokon vitték ki az igazi teát, és folytatta. Na szóval, lefeküdt aludni a tűz mellett, körülötte csend volt, olyan súlyos csend, mint amikor vattával tömítele az ember a fülét. És az éjszaka közepén hirtelen egy rémisztő hang ébreszti fel. Egy őrületes, kibírhatatlan hang. A hideg verejték öntött el, és mindjárt fel is pattant. Gyermeknevetést hallott. Csengő gyermekkacajt. A sinek felől. Négy vonal szakaszra az utolsó emberektől. Ott, ahol még patkányok sem élnek. El tudod képzelni? Na, nehogy megijedt. Felugrik, fut a bolt évek alatt a sínekhez, és látja, látja, hogy behúz az állomásra egy vonat. Egy igazi szerelvény. A fényszóró is világítanak, vakítanak. A csavargó meg is vakulhatott volna, még jó, hogy idejében eltakarta a szemét. Az ablakok sárgán fénylenek, belül emberek vannak, és mindaz a legnagyobb csendben, egy hang nélkül. Nem hallani sem motorzúgást, se kerékzakatolást, teljesen hangtalanul úszik be ez a vonat az állomásra, és komótosan megy tovább, el az alagútba. Érted? A pasas le is ült. A szívének ez már sok volt, és azok az emberek az ablakokban, mintha élő emberek volnának, beszélgetnének valamiről, de persze nem hallani. A vonat, kocsi-kocsi után, húz el mellette, és látja, hogy az utolsó kocsi utolsó ablakában áll egy hét éves forma gyerek, és őt nézi. Nézi, Újjával mutogat, nevet. Ezt a nevetést viszont hallani. Akkora a csend, hogy a pasas hallja, ahogy ver a szíve, és még ez egy gyermek nevetés is. A vonat eltűnik az alagútban, és a nevetés egyre halkabban csilingel. És elhal a távolban. És újra az üresség. És az abszolút rémisztő csend. És akkor felébredt? Kérdezte Kajánul, de azért reménykedéssel is a hangjában ártjon. A nyavaját! Hátra rohant a kialudt tűzhöz. Gyorsan összekapkodta a cuccát, és megállás nélkül vissza a túlszkajához. Egy óra alatt megtette az utat. Nagyon szörnyű lehetett, gondolhatod. Ártjom hallgatott, meglepte, amit hallott. Végül, miután összeszedte magát és köhintett is, hogy meggyőződjön arról, hogy a hangja nem hagyja cserben és nem bicsaklik meg, amennyire tudta, a közömbös hangon kérdezte Zsenkától. És ezt te elhiszed? Nem először hallok ilyen történeteket a szerpuhovszkai vonalról, felelte hát Zsenyka csak nem mindig mesélem el neked. Veled egyszerűen nem lehet ilyen dolgokról normálisan beszélni. Egyből hülyéskedni kezdesz. Na jó, elüldögéltünk, eldumáltunk, lassan ideje munkába menni. Készülődnünk kell. Menjünk beszélgetni, ott is tudunk. Ártyom kelletlenül állt fel, nyújtózott egyet és hazaballagott, hogy vigyen magával valami harapnivalót. Most a hapja még mindig aludt, az állomáson teljes csend volt, alig hanem megvolt már a takarodó, és az éjszakai műszakig csak nagyon kevés idő maradt. Sietnie kellett. Miközben elhaladt a vendégsátor mellett, amelyben Hunter szállt meg, Ártyom észrevette, hogy a bejárati lapja félre van húzva, bent pedig minden üres. A mellét összeszorította valami. Kezdte végre felfogni, hogy mindaz, amiről Hunterrel beszélt, nem álom volt, hanem valóban megtörtént, és az események alakulásának a lehető legközvetlenebb köze lehet hozzá. És talán, ki tudja, meghatározza a további sorsát. A tea üzem egy zsákrészen volt. Az új metró kiáratnál, melyet a felfelé vezető mozgó lépcső előtt vasajtóval lezártak. Üzemnek csak nagy jó indulattal lehetett nevezni. Minden munkát kézzel végeztek. A kincset érő elektromos energiát pazarlás lett volna a tea termesztésre fecsérelni. A vasvédő pajzsok mögött, melyik az üzem területét az állomás többi részétől elválasztották, faltól falig egy fémvezeték húzódott, amelyen a megtisztított gombafejek száradtak. Amikor különösen nyírkos volt a levegő, kisebb tüzeket raktak alattuk, hogy gyorsabban száradjanak és ne penészedjenek meg. A vezeték alatt asztalok álltak, amelyeken a munkások előbb felaprították, aztán szétmorzsolták a kiszárított gombát. A kész teát papír vagy polietilén zacskókba csomagolták, mikor mi akadt az állomáson, és mindenféle kivonatokat és porokat adagoltak hozzá, amelyeknek az összetételét titokban tartották, csak az üzemvezetője ismerte. Ilyen egyszerűen állították elő a teát. Ha a munka közben nem beszélgethettek volna, a gombafejek 8 órány aprítása és morzsolása alig, hanem igen kimerítő foglalatosság lett volna. Ártiam ebben a váltásban Zsenykával dolgozott együtt, meg azzal a Kirill nevű Torzomborsz pasassal, akivel együtt ügyeltek az őrsön. Kirill nagyon megélénkült Zsenyka látszott, hogy korábban már beszélgettek valamiről, és rögtön valami történetet kezdett neki mesélni, amit legutóbb nyilván nem fejezett be. Mivel a közepétől kezdve Ártyomnak nem volt kedve meghallgatni, teljesen a gondolataiba merült. A Szerpuhovszkajáról szóló történet, melyet az előbb Zsenyka mesélte el neki, kezdett elhalványodni az emlékezetében, és újra a Hunterrel folytatott a torult elő, amelyről Ártyom szinte már teljesen elfeledkezett. Mit tegyen? A Hunter rátestelt a megbízást, túl komoly volt ahhoz, hogy ne járjon rajta az esze. Mi lesz, ha Hunternek nem sikerül a terve? Eztelen cselekedetre szánta el magát azzal, hogy bemerészkedett az ellenség barlangjába, magába a pokolba. Óriási a veszély, aminek kiteszi magát. Még ő maga sincs tisztában azzal, hogy a valóságban mekkora. Csak találgatni lehet, mi várja 500 méteren túl ott, ahol a határőrs tüzének, a VDNH-tól éjszakra a világon talán az utolsó emberkéz gyújtott a lángnak az utolsó vízfénye is kihun. Amit ő tudott a feketékről, azt mindenki tudta a vdn n de ilyesmire senki sem vállalkozott volna. Valójában még azt sem lehetett tudni, hogy a botanyi cseszki van-e valóban az a rés, amelyen át a felszínről a teremtmények bejutnak a metróba. Túlságosan is nagy volt a valószínűsége annak, hogy Hunter nem tudja teljesíteni vállalt küldetését. Az nyilvánvaló volt, hogy az éjszakról jövő fenyegetés olyan nagy, és olyan gyorsan növekszik, hogy minden késlekedés megengedhetetlen. Lehet, hogy a vadász valami olyat is tudott a természetéről, amit nem mondott el sem a szuholyjal való beszélgetés során, sem akkor, amikor Ártiommal beszélt. Mindazonáltal nyilván pontosan felmérte a kockázatot, és tudta, hogy esetleg nem tud megbírkózni a feladatával. Máskülönben minek készítette volna fel ártiomat az események ilyen alakulására. Az biztos, hogy Hunter nem egy ijedős típus, úgyhogy valóban előfordulhat, hogy nem tér vissza a VDN-ra. Nagyon is előfordulhat. De hogy hagyhatna fel mindennel ártyom, és mehetne el az állomásról úgy, hogy nem szól senkinek? Hisz Hunter maga is óvokodott attól, hogy valaki másnak is szóljon mivel tartotta féregette agyaktól. Hogyan jusson el a poliszig, a legendás poliszig egyedül, át minden nyílt és rejtett veszélyen, melyik a sötét és kietlen alagutakban leskerődnek az utazókra. Ártia most már sajnálta, hogy a vadász Zolt Sármijának és hipnotizáló tekintetének hatása alá került, feltárta előtte a titkát, és elvállalta ezt a veszélyes megbizatást. Hé, Ártiam! Ártiam, a szól vagy mi? Miért nem válaszolsz? Rázta meg a vállánál fogva Zsenyka. Hallod, mit mond Kirill? Holnap estére egy karavánt szerveznek itt nálunk a Riszkajára. Azt mondják, hogy a vezetőségünk úgy döntött, csatlakozunk hozzájuk, és egyelőre humanitárius segélyt küldünk annak jeleként, hogy hamarosan összefogunk. Ott náluk meg valami kábelraktár került elő. A főnökség le akarja fektetni. Azt mondják, hogy telefont fognak csinálni az állomások között. De legalábbis távírót. Kirill azt mondja, hogy aki holnap nem dolgozik, az elmehet. Szeretnél menni? Ártja mindjárt arra gondolt, hogy maga a sors adja a kezébe a lehetőséget, hogy teljesítse megbízatást. Ha szükség lesz rá. Némán bólintott. Remek! Örült meg Zsenka. Én is készülök. Kirill! Írj fel minket is, jó? Hánykor indulunk holnap? Kilenckor? A műszak végéig Ártja már egy szót sem szólt. Nem volt képes szabadulni a benne gomolygó sötét gondolatoktól. Így aztán Zsenka Kirill martaléka lett, és látszott, hogy nagyon mérges miatt. Ártyom továbbra is gépies mozdulatokkal vagdosta a gombát, morzsolt a porra, vette le a vezetékről az új gomba gombafejeket. Aztán vágta megint, és morzsolta megint, tovább, a végtelenségig. Hunter arcát látta maga előtt, amikor éppen azt mondta, hogy esetleg nem tér vissza. Egy olyan ember nyugodt arcát, aki hozzászokott ahhoz, hogy kockáztassa az életét. Az ő szívében viszont sötét foltként áradt szét a közelgő vész előérzete. Munka után Ártyom visszament a sátrába, a mosta apja már nem volt ott, biztosan elment a dolgára. Ártjom az ágyra telepedett, belefúrta arcát a párnájába, és azonnal elaludt. Bár arra készült, hogy csendben, nyugalomban még egyszer végig gondolja a helyzetét. Az elmúlt nap beszélgetései, gondolatai és eseményei után gyötrelmes lázálom tört Megragadta, és ellenállhatatlanul örvényébe szippantotta. Látta magát, ahogy a tűz mellettül a Szuharjovszkai állomáson, Zsenka és a szokatlan, spanyol nevű vándorvarázsló Carlos mellett. Carlos arra tanítja őt meg Zsenkát, hogyan kell narkót készíteni bolondgombából, és azt magyarázza, hogy egyenesen bűn úgy elkészíteni, ahogy azt a vdn csinálják, mivel hogy ezek a bolondgombák valójában egyáltalán nem is gombák, hanem egy új, értelmes faj földön, amely idővel talán az emberek helyébe lép. Meg, hogy ezek a gombák nem önálló lények, hanem az egész metrót behálózó gigászi szövedék neutronokkal összekapcsolódó részecskéi. És hogy aki eszi ezt a narkót, nem egyszerűen pszichotrop anyagokat eszik, hanem ezzel az új értelmes élettel lép kapcsolatba. És ha mindent helyesen csinál, akkor barátságot köthet vele, és ez alén segít annak, aki a narkó révén kapcsolatba kerül vele. De aztán egyszer csak megjelent szuhaj, és újjával fenyegetve azt mondta, hogy narkót egyáltalán nem szabad használni, mert ha sokáig élnek vele, akkor elférgesedik az agyuk. Ártján viszont elhatározta, hogy kipróbálja. Valóban így van-e? Azt mondta mindenkinek, hogy megy, és egy kicsit kiszelőzteti magát. De helyett óvatosan a spanyol nevi varázsdóháta mögé lopózott, és észrevette, hogy teljesen hiányzik a tarkúja. És látni lehet az agyát, amely feketén lett a féregjáratoktól. A hosszú, szürkés-fehér férgek, melyek gyűrűsen tekerektek, beleették magukat az agyszövetbe és új járatokat vájtak, a varázsló meg csak mondta tovább a magáét, mintha mi sem történt volna. Ártja mekkor megijedt, és úgy döntött, hogy elmenekül. Elkezdte rángatni Zsenka újját, hogy keljen fel és jöjjön vele, de Zsenka türelmetlenül elhesegette, és kérte Károszt, hogy meséljen tovább. Ártja viszont látta, ahogy a férgek a varázsló agyából a földön átmásznak Zsenkához, felmásznak a hátán, és próbálnak bemászni a fülébe. Ekkor kiugrott az útra, és ahogy csak bírt, rohant el az állomásról. De eszébe ötlött, hogy ez az az alagút, amelybe egyedül nem szabad bemenni, csak csapatban. Megfordult, és rohant vissza az állomás felé. De valami okból sehogyan sem tudott visszavergődni. A háta mögött hirtelen fény gyúlt, és Ártiom egy álomhoz képest meghökkentő valósággal és észszerűséggel meglátta a saját árnyékát az alagút padlóján. Megfordult a metró mélyéből pokoli csikorgással és kerékzakatolással, fősiketítő hangon és vakító reflektorokkal feltartóztathatatlanul robogott felé egy vonat. A lábai felmondták a szolgálatot, elerőtlenedtek, mintha nem is lábak, hanem üres nadrágszárak volnának, melyeket a látszat kedvéért mindenféle rongyal tömtek ki. És amikor a vonat már ártjom közvetlen közelében volt, a látomás egyszerűen elvesztette valószerűségét, elhalványult és eltűnt. Valami új, teljesen más lépett a helyre. Ártiam a tetőtől talpig hófehérbe öltözött Huntert látta meg, egy ugyanilyen vakítóan fehér falú, bútorok nélküli szobában. A fejét lehorgasztva át, szemét a padlóra szegezte. Aztán felemelte a tekintetét, és egyenesen Ártiamra nézett. Nagyon különös érzés volt, mert ebben az álomban Ártiam nem érzékelte a saját testét. Mégis, mintha kívülről látta volna mindazt, ami történik. Amikor belenézett Hunter szemébe, megmagyarázhatatlan nyugtalanság tört rá, valami nagyon fontos dolognak az előérzete, aminek tüstént meg kell történnie. Hunter megszólította, és ezt most Artyom hihetetlenül világosnak érezte. Korábbi lidérce álmait látva tudatában volt, hogy egyszerűen csak álmodik, és a vele megtörténő események csupán felajzott képzeletének szüleményei. Ebből a látomásból azonban teljesen hiányzott annak a tudata, hogy bármely pillanatban felébredhet. Ahogy igyekezett elkapni Ártyom tekintetét, noha annak az volt a benyomása, hogy Hunter valójában nem látja őt és csak vakon kísérletezik, a vadász lassan és komoran így szólt. Elérkezett az idő. Teljesítened kell, amit megígértél nekem. Meg kell tenned. Ez nem álom. Vésd az eszedbe. Ez nem álom. Ártyom nagyra nyitotta a szemét, és rögtön utána a fejében újra utoljára. Rémisztő valósággal felhangzott a halk és kettes hang. Ez nem álom. Ez nem álom. Ismételte meg Ártion. A férgek és a vonat lidérc nyomásának részletei gyorsan törlöttek az emlékezetéből, de a második álomképet Ártia minden részletében alaposan megjegyezte. A vadász furcsa öltözéke, a talányos, üres, fehér szoba és a szavak teljesítenet kell, amit megígértél nekem nem mentek ki a fejéből. A mostohapja lépett be, és aggódva kérdezte tőle. Mondd csak, nem láttad Huntert azóta, hogy tegnap beszélgettünk? Már esteledik, ő meg valahová eltűnt, a sátra is üres. Elment vagy mi? Nem mondott neked semmit tegnap, hogy mi a terve? Nem, Szása bácsi, csak az állomásról foggatott, hogy mi történik itt nálunk. Hazudta a kötelesség tudóan Féltem. Remélem nem valami olyan ostobaság törje a fejét, hogy aztán még nekünk is kiusson, mondta Szuhoj rossz kedvűen. Nincs tisztában azzal, kivel akaszkodott össze. Áh, eh, mi van, ma nem dolgozol? Zsenkával feliratkoztunk a riszkajába induló karavánba. Segét viszünk át nekik, onnan meg kábelt kezdünk lefektetni visszafelé. Felelte s hirtelen ráébredt, hogy már döntött. Erre a gondolatra megpattant benne valami, különös megkönnyebbülést érzett, és vele együtt mindjárt ürességet is belül mintha a melléből egy daganatot távolítottak volna el, megnyomta a szívét és akadályozta a lélegzetvételben. Akkor a vámba. Jobban tennéd, ha ülnél itthon a fenekeden, és nem csavarognál az alagutakban. Nekem kéne oda menni. Úgy is van dolgom a riszkaján. De valahogy ma nem érzem jól magam. Majd talán máskor. De még nem most mész. Kilenckor? Na, akkor van még időnk elbúcsúzni. Készülődj addig. És ott hagyta egyedül. Ártjom lázasan kezdte bepakolni a hátizsákjába a holmikat, amelyek hasznosak lehetnek az úton. Lámpát, elemeket, gombát, egy csomag teát, májas hurkát, egy teli tárat a gépkarabéjához, amelyet lopott valamikor. metrótérképet, térképet. Ne felejts el az útlevelét, a riszkaján ugyan nem kell, de annak a határán túl útlevél nélkül egy független állomás legelső őrszeme visszafordíthatja, de akár falhoz is állíthatja, a politikai helyzettől függően és a kapszula, amit Hunter rábízott. Kész. Ártyom a hátára vetette a hátizsákot, és még utoljára körbe pillantott az otthonában. Aztán elszántam, kilépett a sátorból. A csoport a peronon gyülekezett, a déli alagút bejáratánál. Már a síneken állt a kézi hajtány, rajta a húsos, gombás és te azacskós ládákkal. A ládák tetején meg valamilyen bonyolult készülék, helyi mesterek műve, alig ha nem egy távíró készülék. Zsenkán és Kirillen kívül a karaván még egy önkéntesből és egy parancsnokból állt, akinek az volt a feladata, hogy kapcsolatba lépjen és egyességet kössön a riszkajával. Zsenkán kívül már mindannyian itt voltak, és míg az indulásra vártak, dominózással mulatták az időt. Mellettük ott álltak a csövükkel felfelé gulába rakott, és az útra számukra kiadott gépkarabélyok, a póttárakkal, melyek kék színű szigetelő szalaggal voltak hozzáerősítve a főtárhoz. Végül Zsenka is megjelent, akinek még meg kellett tetetni a húgát, és át kellett küldeni a szomszédokhoz, amíg a szüleik hazaérnek a munkából. Ártyomnak az utolsó pillanatban jutott az eszébe, hogy el sem búcsúzott a mosta apjától. Miután elnézést kért, és megígérte, hogy rögtön jön, levette a áti zsákját, és hazarohant. A sátorban senki sem volt, így Ártyom átszaladt azokba a helyiségekbe, amelyekben valamikor a kezelő személyzet tartózkodott, most pedig az állomás igazgatósága foglalta előket. őket. Szuhay ott volt, szembenült az állomás ügyeletesével, a VDNH választott vezetőjével, és élénken beszélgettek valamiről. Jó napot, Alekszendre Nikolajevics! Beszélhetnék egy percet Szása bácsival? Persze, Ártyom, gyere be! Kérsz te át? Felelte szívélyesen a vezető. No, mi az már, mentek is? Mikor jöttök vissza? Kérdezte székével együtt kifordulva az asztaltól szuhaj. Nem tudom pontosan, dünnyögte Ártyom. Ahogy sikerül. Tudta, hogy talán soha többé nem látja a mosta alapját és így nem szerette volna azt hazudni neki, az egyetlen embernek, aki igazán szerette őt, hogy holnap, holnap után visszajönnek, és aztán újra minden úgy lesz, mint régen. Ártyom hirtelen éles fájdalmat érzett a szemében, és szégyen kezdve vette észre, hogy elborították a könnyek. Egyet lépett előre, és erősen eltölelte a mosta alpját. Ugyan már, Ártionka, ugyan már, hiszen már holnap visszajöttök. No, csillapítgatta a meghökkent szuhaj. Holnap estére, hogyha minden a terv szerint alakul, erősítette meg Alekszandr Nikolajevics. Ég veled, Szása bácsi! Sok szerencsét! Nyögte ki rekedten Ártiom, megszorította most a apja kezét, és gyengesége miatt szégyenkezve gyorsan kiment. Szuhaj csodálkozva nézett utána. Mi lehet ezt a fiút? Hisz nem először megy a riszkajára. Semmi baj, Szása, semmi baj! Eljön az idő, megemberesedik a kölyök. Visszasírod még azokat a napokat, amikor könnyezve búcsúzott tőled, csak mert két állomásnyi útra indult. Mit is mondtál, mit gondolnak az Alexajevszkaján az alagutak járőrözéséről? Ez nekünk nagyon kapúra jönne. Amikor Ártion futva visszaért a csoporthoz, az osztak a nyugta ellenében mindenkinek kiadott egy gépkarabét, és így szólt. No, fiúk, üljünk le egy kicsit. Hozzon szerencsét és elsőként telepedett le a hosszú évek során kifényesített fapadra. A többiek némán követték a példáját. Hát, akkor Isten nevében! A parancsnok felállt, nehézkesen leugrott a sínekre, és elfoglalta helyét a szakasz élén. Ártyam és Zsenyka, mint legfiatalabbak, készen a nehéz munkára, felkapaszkodtak a hajtányra. Az osztagot Kirill és a másik önként ez zárta le. Indulás! mondta a parancsnok. Ártyam és neki nekifeszültek a hajtókaroknak, Kirill kicsit meglökte hátulról a hajtányt, amely felcsikordult, elmozdult a helyéről, és lassan gördülni kezdett. A csoport eltűnt a déli alagút torkában.